Mintegy 150 szurkolón kísérte el a csapatot Kaposvárra, bízva abban, hogy a csapat ott folytatja a szereplést, ahol legutóbb abba hagyta. A találkozó kezdete előtt a két szurkolótábor együtt énekelte a himnuszt, a játékvezető pedig megvárta, amíg a szurkolók befejezik az éneklést, és csak utána indította útjára a labdát. Az elején úgy tűnt, minden simán megy. A negyedik percben Paripovics felszabadító rugására Divics és Németh Norbert rajtolt. Szerb támadónk nem látta a mellette futó társat, így a 16-os vonaláról visszacsúsztatott labdája a szerb védőké lett. Az 5. percben Németh Norbert 30 méteres szabadrugását Kovács Zoltán csak nehezen másodjára hárította a gólvonalon. 9. perc, Dobrics akasztotta Gulyicsot a kaputól 20 méterre. A kapuval szemben lévő labdát Obrics csavarta el a sorfal és centiméterekkel a jobb kapufa mellett. A 12. percben ismét Obrics a főszereplő, a baloldali oldalvonal mellől szabadrugásból ívelt a kapu elé, ahol Grúza földre bólintotta a labdát, és onnan az a kapu bal sarkába került. 1-0. A 21. percben Bétót két lépés után 8 méterről balról lőtt, Kovács kapus bravúrral mentett a bal sarok elől. A 35. percben Bétót begurítását Divics az alapvonalról visszasarkalta, de Dobrics elől mentettek a védők. A 44. percben Nikolics Bozovics labdájával a védők szorításában 13 méterről jobbal félmagasan hatalmas gólt lőtt a kapu jobb sarkába, 2-0. A 45. percben Lackó a jobb oldalról ívelt be szabadrugást, Paripovics megcsúsztatta a labdát, amely egy hazai védő kezét is érintette. Divics tovább löbbölte a kipattanó labdát, Németh Norbert 10 méterről rálőtte, ami ismét kipattant. A közönség és a játékosok 11-est reklamáltak, jogosan. A második félidőben, az 54. percben Lackó lőtt ballal 15 méterről, kissé a baloldalról, a labda a keresztlécen csattant, Kovács Zoltán verve volt. A 67. percben egy szögletet Pavicevics kifejelt, a labda a jobb oldalon Nikolics elé került, aki középre lőtt, a labda mindenki előtt elsuhant és a kapu jobb alsó sarkában kötött ki. 3-0. A 78. percben Petrók öklelte fel a hazai 16-os vonalán hátulról Lázokot, a játékvezető nagyvonalúan továbbot intett. Lehet, hogy egy 11-est ez is megért volna. A 85. percben kisebb kakaskodás a hazai térfél közepén, amiért a két főszereplő Gyánó és Obrics sárgalapot kapott. A 92. percben eldőlt minden. Nikolics jobboldali szögletét védőink röviden vágták ki, Reszli pedig 15 méterről jobban laposan a lábak között a kapu jobb oldalába lőtt. 4-0. Ezen a találkozón sajnos semmi nem sikerült nekünk. És a súlyos vereség után valami olyan történt, amire Magyarországon aránylag kevés példa volt. Szurkolóink a lelátón maradtak, és várták a csapatot, sokakat az öltözőből hívott vissza Tóth András, hogy jöjjenek oda a szurkolókhoz, hiszen a csapat a 4-0-ás vereség ellenére is a mi csapatunk. Szeretjük a srácokat, még akkor is, ha beleszaladnak egy-egy ilyen zakóba. Reméljük a jövő héten a Nyíregyháza ellen sokkal jobb lesz a folytatás.